A junior prima díjas Tálas Áront számos formációból ismerheti a közönség, ezúttal azonban, mint zeneszerző és zenekarvezető mutatkozott be a Jazzpresso színpadán. A Tálas Áron trió legújabb Little Beggar, vagyis Kisbetyár című lemezének zenei anyagát mutatta be Rákos mentén. Február 11-én a Tálas Áron trió koncertje várta a jazzmuzsika szerelmeseit a Vigyázó Sándor művelődési házban. A formáció tagjai Tálas Áron billentyűs, Gyárfás Attila dobos és Barca Horváth József nagybőgős az együttes névadója által írt dallamokat szólaltatják meg koncertjeiken. Amit mindig szem előtt tartok, az az, hogy egy olyan dallam legyen mindig a kiinduló pont, ami aztán később is eszembe jut. Tehát, hogy nem veszem föl feltétlenül az ötleteimet, hanem van, amikor alszok rá egyet, és hogyha másnap már nem emlékszem rá, akkor az kiszóródik. A megírt témák mellett azonban az improvizációk, illetve a szóló részek esetében egyaránt teret adnak egymásnak a trió tagjai, követve a műfaj sajátosságait. A formáció célja egy-egy koncerten az együttlét, örömzenélés, valamint az, hogy a közönség hasonló élményeket éljen át a zene hallgatása közben, mint amit az együttes tagjai éreznek az előadás folyamán. Fogalmazott a junior prima, valamint kétszeres évbillentyűse díjas Tálas Áron. A Vigyázó Sándor művelődési házban tartott koncert során a trió az első Floating Island című albumáról előadott számok mellett legújabb lemezét mutatta be, Little Beggar, azaz Kisbetyár címmel. A számok azok folyamatosan íródtak. Érdekes módon, mikor volt az előző lemeznek a bemutatója, akkor már nagyjából megvolt az új lemeznek is az anyaga, mert tényleg nem tudok nagyon úgy dolgozni, hogy most akkor, mit tudom én, holnapra megírok 3 számot, vagy mondjuk következő hónap végéig, hanem volt, amikor egy hét alatt megírtam 3-at, és volt, amikor 4-5 hónapig nem jött semmilyen használható ötlet. Úgyhogy erre sincs ilyen. De persze volt olyan, mit tudom én, a lemez végén egy-két szám hiányzott, és akkor ott muszáj volt kicsit jobban sarkalnom magam, hogy megírjam a maradék 2 dalt, mert 11 szám van mindkét lemezen. A formáció tagjaként színpadra lépett a Jazzpresso házigazdájának, Gyárfás Istvánnak a fia, Gyárfás Attila is, aki 13 éve tanul dobolni, itthon és külföldön egyaránt fejlesztve tehetségét. Martonsi Gyuri bácsinál kezdtem. Nekem azért is különleges itt játszani, mert sokat jártam ide Gyuri bácsi tanítványaként. És igen, aztán tovább tanultam Jeszenszky Györgynél, és kiköltöztem Hollandiába ezután, és ott végeztem el a Zeneakadémiát. Gyárfás Attila hozzátette, a jazz számára a szabadságot jelenti, az energiák felszabadítását. A Tálas Áron trió céljai között szerepel, hogy új albumukat minél több helyen bemutassák, valamint a közeljövőben egy standard lemezt hozzanak létre.